A bajnokságban legutóbb 33 év után verték otthon a Fradit, a tabella harmadik helyén állnak. A Magyar Kupában a videóton vár rájuk. A Diós György futballcsapatában ígéretes fiatalok is feltűnnek, közülük jött most el kettő, Bognár István és Barci Dávid. Már is mesél a jelenlegi Miskolci közegről. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó, azt lehet mondani, hogy elég jó most a DVTK játékosának lenni, nem? Miskolcon mindig jó, de most azért bárhova mentek. Hát így van, ö... Nem egy, nem egy, egyszerű közeg, ez azért is mondom, mert mindenki, az utolsó emberig a, a városban mindenki szereti a labdarúgást, majdnem mindenki kim van a meccseken, úgyhogy ha jönnek az eredmények, akkor nyilván nagyobb az elvárás a csapattal szemben, de az tény, hogy, hogy a városnak minden része jó Diós játékosnak lenni, úgyhogy, úgyhogy, én így is megérte azt, hogy Diós Győrbe szerződtünk. A Pesti srácokat is hamar beszippantja a közeg? Ö, igen nyilván ö, van egy különleges hangulata ugye játékosnak lenni. Ezt ö, ugye nyáron érkeztem, de de alatt a rövid idő alatt is éreztem. Lehet érezni, hogy a Dávid is mondta, hogy hogy mindenki nagyon szereti a futballt Miskolcon, ami nagyon jó dolog, azt gondolom, hogy így, így sokkal könnyebb sokkal jobb érzés futballistának lenni itt van. Ugye ja, téged, ha már itt az érkezésedről szó volt, több helyre is hívtak, több csapat is hívott, Ég miért a DVT-ket választottad? Igen, azt gondolom, hogy, hogy itt ebbe ebb a klubba olyan célok vannak, amiért érdemes futballistának lenni, és szeretnénk ugye megtartani ezt a pozíciót, és hogyha ez sikerülne elérni, akkor, akkor tényleg azt mondhatnám, hogy, hogy nagyon jó döntés volt Diós György igazolni, Nyilván egy egy, sportolót, profi sportolót az eredmények alapján ítélnek meg, hogyha befejezi a pályafutását, úgyhogy nekem is feltett célom, hogy, hogy, minél több sikert, kupát elérjek, úgyhogy ez egy nagyon jó hely arra, hogy ezeket megvalósítsam. Na jó, minden esetre ideig bejöttek a várakozásaid. Igen, remélem, hogy ez továbbra is így lesz. Most Dávid, te Istvánhoz képest már szinte törzsgárdatagnak számítasz, ha úgy mondjam, hogy úgy mondjam. Te annak idején tőzsgyökeres újpesti létedre miért döntöttél a Diósgyőr mellett? Hát igazából ez egy, ez egy kikényszerített döntés volt ez a, ez a klubomtól való, vagy az Újpestől való távozásom. Ismerjük annak idején, hogy mi történt Újpesten. Igen, Én. voltak furcsa dolgok, és hát nekem sem volt maradásom így a, a, csapatban. És több klubbal is felvettem, több vezetővel is felvettem a kapcsolatot más klubokból. De végül Kovács Zoltán volt az, aki, aki felhívott engem majdnem már egy másik szerződés aláírta előtt egy pár órával körülbelül, hogy mit szólnék egy Diós Győri szerződéshez, és akkor végül is így jött ez a, ez a Diós -Györi felvetés. Én előtte még soha nem játszottam vidéki csapatnál, úgyhogy nekem ez a visszatérve az előző dolgokhoz, ez a, ez a vidéki közeg, ez a, az, hogy van egy városnak egy csapata, ez, ez nagyon, nagyon bejön nekem ez az érzés. A elmúlt szezon jó sikerült, most mennyire vagy elégedett magaddal? Hát most még, még, nem tudom, most még nem teljesen. Most a csapaton is átesett a csapat egy, egy átalakuláson, még amikor idejöttem, akkor hát igazából a csapatnak a, hát szerintem több mint a fele lecserélődött, jöttek sok új játékos. Most próbáljuk még, nagyon sok játékosunk van előre felé, ezt mutatja a Ferencváros elleni felállásunk is, hogy nagyon sok csatára játszottunk. Úgyhogy nem egyszerű bekerülni sem a csapatban. Most még próbálom, igazából próbálom a csapat hasznára lenni, hogy próbálok a csapat hasznára lenni, úgyhogy azért még, még több van bennem ennél, mint amit, amit idén produkáltam. Na most te nem panaszkodhatsz, Pista, mert nagyon hamar kulcsjátotás játékos lettél befogadtak. Az, hogy, hogy ilyen gyorsan befogadtak, az minek tulajdonítod? Van egy pár játékos, akivel így együtt játszottam a korábbiakban. Nyilván ez is közre játszott, illetve mindenki nagyon segítőkész volt. És még azt gondolom, hogy az eredmények is jöttek, amikor ideigazoltam, ugye nyáron az Európa Ligában egy, egyből úgy jöttem, hogy két napra rá Európa Liga meccsen beállított a mester, és ugye elég sok sikerélményünk volt a nyár folyamán, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít abban, hogy egy játékos be tudjon illeszkedni, és illetve, amit mondtam, az is, hogy, hogy mindenki nagyon segítőkész volt, illetve segítette a beilleszkedésemet, úgyhogy nem panaszkodhatom igazából a csapattársaimra de nyilván a, a nyári sikerek azok, amik megkönnyítették ezt az egész beilleszkedést. Na most a, a remek diós Győri közönség az oka annak, hogy a csapatnak, idáig mondhatjuk, hogyha nézzük az őszt, otthon sokkal jobban megy? Hát igazából biztos, hogy van benne. Van benne valami persze, hogyha... Hát idegen játékosként nagyon nem szerettem Diós érkezni, kellemetlen közeg volt így, hogy vendégjátékosként érkeztünk ide. Úgyhogy biztos, hogy van benne valami, de szerintem nem lehet elvenni a csapattól azokat az érdemeket, vagy az edzői stábtól, amilyen felkészítést kapunk meccsek előtt. Úgyhogy szerintem ez a, szerintem az, az, összes dologból összetevődő dolgok azok, amik, amik szerintem eredményessé teszik az otthoni játékunkat. Na, hogyan lehetne tényleg ezt, a már felkészítésről szó esett, leírni ezt az edzői stílust, meg ezt az elképzelést, amit, amit Diós próbál Tomislav Szivics és a stáb játszatni ezzel a csapattal? Elég sok uh, taktikai felkészülés van, tehát uh, az, az ellenfelet mindig uh, valamilyen szinten kélemzi a stáb, és uh, videófelvételek alapján ugye a játékosok is uh, értesülnek ezekről a dolgokról, amiket a, ugye a mester kiszúr egy-egy ellenfél kapcsán, úgyhogy... Mármint a gyengéiket. Ö, igen, hát ő azt hiszem nyilatkozta is, hogy minden csapatnak van gyengéje, úgyhogy igazából a stáb próbálja ezt megtalálni, aztán ö, ezek alapján ö, mindenképpen ö, nagyobb esélyünk van nyilván minden ellenfél szemben, tehát ez elég fontos dolog, úgyhogy azt, azt, hiszem, hogy ez is közre játszik abba, hogy, hogy egyelőre elég sikeres a csapat. Könnyű megvalósítani azt a játéstílust, amit a vezetőedzőtök elvár és kér és val Diós hát, nem rugaszkodunk el annyira így a hétről hétre. A, nincsenek olyan nagy különbségek a meccseken. Van egy stílus, amiben próbálunk játszani, akkor is próbálunk, uh, igazából akkor érvényesül ez, amikor, amikor nincs nálunk a labda, akkor igényel inkább nagyobb uh, nagyobb koncentrációt. A mester mindig azt erőlteti, hogy uh, hogy mindenhol letámadni, mindenhol támadni, szóval próbáljuk a, a támadó focit előtérbe helyezni. Ezt, ahogy mondtam az előbb, hogy sok játékosunk van, ezért lehet, hogy máshogy fogunk felállni minden héten, mert uh, mert a taktika mondjuk azt kívánja, hogy kikerüljenek játékosok, vagy éppen játékosok bekerüljenek, úgyhogy nem egyszerű megvalósítani, koncentrálni kell nagyon, de de hát igyek, igyekszünk megfelelni a mesternek, mert mindenki játszani szeretne. Nagy volt az ünneplés a Fradi legyőzése után? Igen, hát érezhető volt a, a, a rögtön lefújás követően, hogy nagyon vártak már a, a szurkolók erre a sikerre. Ugye elég nagy a rivalizálás a két csapat között, úgyhogy úgyhogy erre nagyon nagy szüksége volt mind a, mind a csapatnak, mind a, a, városnak. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy elég nagy ünneplés volt. Most a, egy elmaradt mérkőzése is ott van a dobogón a harmadik helyen a csapat. Ezt a végére is elfogadnátok? Hát mindenféleképpen az a, az a cél kijelenthetem, mert most már szerintem úgy kéne velünk számolni, hogy a, hogy a dobogóra azért oda kéne érnünk. Tavaly, tavaly is meg volt rá az esély, viszont ott még a rangadókban ott még kevesek voltunk talán, ott még talán rutintalan volt a csapat. Én úgy gondolom, hogy tavaly évből is kihoztuk a maximumot, de, de most azért szerintem legbelül mindenki többre vágyik az ötödik helynél. Az a gondolat, az foglalkoztat benneteket, hogy egy jódiós győri szárnyalással akár a most uh, Bukarestben próbálkozó válogatott közelébe is kerülhetne az ember? Igen, hát minden uh álma nyilván, hogy a nemzeti csapatba játszhasson, úgyhogy persze foglalkoztat, gondolom Dávidot is, illetve minden futbalistát, úgyhogy nyilván úgy kell teljesíteni, hogy, hogy az mindenkori kapitány felfigyeljen a teljesítményünkre, úgyhogy nyilván igen, ez is egy, egy nagy álom lenne, hogyha sikerülne a, a magyar válogatottba bemutatkozni. Na, de minden esetre akkor jó, további ősznektek a DVTK-nál. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm köszönjük. köszönjük szépen.